Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy régi új vendég, Gréci Zsolt. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Ezer éve nem volt nálunk, hogy van? Hát köszönöm szépen, a körülményekhez képest elfogadhatóan. Hogy van a lelke? Mindenféle dolgokat állítottak önről, erről én nem igazán szeretnék beszélni, mert ez nem az én dolgom, de minden a legnagyobb rendben van, és kiderült, hogy... Hát voltak ilyen, megjelentek a kormánypárti sajtóban ilyen vádak, hogy én nőket zaklatok, 19 per igazolja, hogy ez hazugság volt, helyreigazítások, kártérítések. A helyreigazítások megtörténtek, a kártérítések elindultak, és az ellenem elkövetett bűncselekmény ügyében pedig nyomoz a rendőrség. Tehát én nem a tettes voltam, hanem az áldozat voltam. De miután a sajtóperek lezárultak, ezért meg tisztelettel elfogadtam a heti TV megtisztelő meghívását, és most itt vagyok. A bulvár része azzal nem is szoktunk foglalkozni, de nagyon fontos az, hogy önnek gyerekei vannak. Igen. Ezt hogy élik meg a gyerekek? Már akkor megmondta a gyerekek, nixbe kakken, semmi pánik, majd meglátjátok, hogy apátoknak volt igaza, és majd a 27. oldalon egy kis apró betűkkel azt szírva, hogy Gréci, rosszul írtuk, nem zaklatott senkit. Olyan ügyetlen, hogy még zaklatni se tud? Vagy... Egy percig sem hitték el, természetesen, hát ismerik az apjukat, tehát tudják, hogy ezek. Akkor is tudták, hogy ez biztos, hogy hazugság. Az idő pedig igazolta is, de meg a bíróság. De ön úgy viselkedett, mint egy good guy, tehát kilépett a parlamentből, hogy ne legyen kellemetlen a pártjának. Meg a meg a sok halálos fenyegetés, ami ért engem, meg a családomat, azt azért szerettem volna elkerülni, vagy tompítani. Hogyan tovább most? Tehát nyugodtan tudom kérdezni a napi aktualitásokról. Bármiről, igen. Tehát akkor a toppon van. És hogyan tovább? Mivel fog foglalkozni holnap? Hát eddig is... Holnap hétvége van. Igen, eddig is a DK politikusa voltam, és ezután is ez leszek. Hogy hogyan alakul majd a jövő, az majd eldől. Tegnap új világot hirdetett a miniszterelnök a gazdasági újraindítástól. Ugyanakkor lesz itt átoltottság is. Mi mindenről a véleménye? Kezdjük talán akkor a gazdaságról, mert a gazdasághoz ön is ért. Hát rettenetes állapotban van a gazdaság. Én láttam, hogy ezen a tegnapi rendezvényen a szokásos örömpetárdákat gyújtották, hogy milyen jól átvészeltük. Meg... Képletes örömpetárdákat, petárdák nem röpködtek ott. Igen, igen. De hát a valóság az ezzel szemben az, hogy soha nem látott hiány, soha nem látott államadósság sújtja jelenleg az országot, és még bizonyos esetekben az ember értené is, hogy így alakult. De eközben meg azok a cégek, vállalkozások, családok nem kapták meg azt a támogatást, amire szükségük lett volna a túléléshez. Hát az Európai Unió most megint ad egy szabad szemmel is jól látható összeget arra, hogy magyar vállalkozásokat, cégeket meg lehessen menteni. Remélem, hogy nem csak a fideszes üzleti körök járnak hát majd. Tegnap jól. Elmondottakból világos, hogy a közép és a kis vállalkozók fognak ebből a pénzből kapni. 3 év után kell törleszteni, ezt állami bank fogja végrehajtani, nem kell kamatot fizetni. Mondjuk ez Nyugat-Európában nem így történik, ott nem hitelt adnak, hanem pénzt, a magyar államot hitelt, amit majd kamatostól vissza kell fizetni. Nem kell kamatot fizetni, ez hát, egy kamatmentes hitel. Akkor is vissza kell fizetni. Hát egy kölcsönt általában vissza kell fizetni. De mondjuk Németországban nem kölcsönt adnak, vagy Ausztriában, hanem azt mondják, hogy tessék, éljél túl, adok neked ennyi és ennyi eurót, Olaszországban, Franciaországban, Hollandiában, bárhol máshol. Tehát ön azt akarja mondani, hogy egy magyar közép vagy kisvállalkozó fölveszi most ezt a hitelt azért, hogy élve maradjon, és a munkásainak ki tudja fizetni a ráeső bizonyos százalékát a fizetésnek, gondolom a többi részét majd az állam fizeti ki. Hát az lenne jó, hogyha ezeket a cégeket meg lehetett volna menteni, nagyon sokat nem sikerült már eddig sem, hát lehet látni az adatokból, a gazdasági adatokból, meg a rengeteg bezárt kirakatból, hogy rengeteg cég ment tönkre. Hát nagyon remélem, hogy ahogy a beoltottság, az átoltottság egyre erősebb lesz, és egyre szélesedik, úgy előbb-utóbb a gazdaság is talpra áll, mert ez azt gondolom
mindannyiunknak fontos lenne. Nemzeti érdek, ha szabad ilyet mondanom. Van egy nemzeti ellenzéki összefogás, amit én eleinte sokaknak nem tetszett, én változatlanul állítom, hogy egy nagyon nagy ötlet volt részemről. Elneveztem francia salátának, de ezzel nem lebecsülni akartam, mert én szeretem a francia salátát, hanem mert a francia saláta 6 összetevőből áll. Na most vége a francia salátásoznak, mert ma már az ellenzéki pártok többen vannak. Az előbb volt nálam az Igen Szolidaritás, Szanyi Tibor pártja, Szanyi Tibor miniszterelnök jelölt pártja, aztán itt volt Pálinkás professzor úr is, tehát a kínálat nő. De nem úgy tűnik, hogy önök mindegyikkel szóba állnának. Tehát arról volt szó, hogy előválasztások. Akkor önök azt külön megvizsgálják, hogy ezek alkalmasak az előválasztásra, vagy sem? Hát nyilván van 6 pártnak egyfajta szövetsége, amely megkötetett. Ez a 6 párt... És nem gondoltak, hogy esetleg más is jönni fog? Hát ezt majd ők el fogják dönteni, hogy akarnak-e még újabb pártokat beengedni ebbe az együttműködésbe, ezt majd nyilván ez a 6 párt megvizsgálja, de hát azért ez a 6 párt, ez mérhető párt. Tehát nyilván a tegnapi IDEA felmérés szerint a DK legerősebb a maga 17%-ával, de hát ezek azok a pártok, volt, amikor a DK-t se lehetett mérni, és lám-lám lett belőle 17%. Hát igen, csak azért azt látni kell, hogy kik azok, akik valódi szavazó tömegeket, vagy szavazó bázist. Pálinkás professzor úrnak egy konzervatív pártja van, sok nővel és elég érdekes programmal. Szanyi Tibor épp a szocializmust építi, ami lehet, hogy a név az... Nem pontosan, éppen látom, most érdeklődtem. Látom, amit Pálinkás József nyakába borul Szanyi Tibornak, a konzervatív Pálinkás József az éppen szocializmust építő Szanyi Tibornak. Szerintem a kiindulási pontunk az a érdemes, hogy az maradjon, ez a 6 párt, és a 6 párt majd el fogja dönteni. Ezek mind szavazatokat tudnak elvinni. A kétfarkú kutyapárt már bejelentette, hogy önállóan indul a választáson, nyilván ennek összes létező következményét is vállalva. Az emberek majd el fogják dönteni a választáson, hogy hol látják a kormányváltó erőt. Én azt gondolom, ez nem kérdés, hogy ez a 6 párt, ennek a 6 pártnak a szövetsége. Mindenképpen ez ennek az alapja. Ez a 6 párt nem megkerülhető. Az összes többinek pedig hát úgy látom, hogy előre még bizonyítania kell a létezését. Kérdezem én álnaiban. Igen. És mi van akkor, hogyha ezek a pártok a mérlegnyelve lesznek a koalícióhoz? Hisz a Fidesznek van egy stabil bázisa, akkor is, hogyha kevesen elmennek, kevesen jönnek. Önöknek is van egy plusz-minusz stabil, mármint a DK-nak, a többieknek meg a jóisten tudja, hogy miük és mennyiük van. Aztán van a mérleg nyelve. Vannak olyan pártok, amelyek parlamenti pártok jelenleg is, parlamenti frakcióval rendelkező pártok, amelyek, hát, hogy úgy mondjam, az 5%-os küszöb. A Momentum erősebb, mint azok a pártok, akik most épp a parlamentben vannak. Van olyan párt, amelyiknél erősebb, ez kétségtelen, de azért mondom, hogy ezek a pártok vagy frakcióval rendelkeznek, vagy valóban mérhető társadalmi támogatottsággal rendelkeznek. Ez a 6 párt megkezdte a közös kormányprogram kidolgozását, rendszeres az egyeztetés, különböző szakértői csoportok, kommunikációs csoportok, sőt az elnökök között is rendszeres az egyeztetés. Szerintem ez az a megállapodás, vagy ez az a mag, amely alapja lehet a kormányváltásnak, sőt rendszerváltásnak. Ön eredetileg egy kommunikációs szakember. Ön szerint jól csinálják a kommunikációt? Én azt látom, hogy egyre több közös fellépése van ezeknek a pártoknak, közös kezdeményezésük, közös sajtótájékoztatói közleményeik. Én ezeknek a sűrűsödésével számolok, egyre több lesz ebből, és hát nyilván egymást is meg kell szokni, egymást is meg kell érteni, egymás iránt is nyitottnak kell lenni. Igen, nekem ez látszik a szemüvegem, mintha 6 önálló mozgalom állna ott. Van valami közös bennük, de olyan peresztrojkás, mintha egy kicsit nyikorogna. Azt szerintem az, hogy ez a 6 párt meg tudott állapodni, az már egy történelmi jelentőségű megállapodás. De itt most nem történelmi jelentőségű, most itt választásokat szeretnének nyerni. Ezért történelmi jelentőségű, mert választásokat szeretnének nyerni. Az, hogy ezek a pártok félretették a belső
konfliktusaikat, az egymás személye iránt érzett esetleges averziókat, nyilván van ilyen pro és kontra, ezzel megteremtették az esélyét annak, hogy a választók azt lássák, és egyre több felmérés ezt vissza is igazolja, hogy 2022-ben kormányváltás legyen. Igen, de vajon ennek a hat pártnak van-e közigazgatási, illetve kormányzati tapasztalata? Mondjuk a DK-sok között van, a szocialisták már szinte nincsenek. Szerintem nagyon sok emberben pedig buzog a vágy, és meg is van a képesség arra, hogy államigazgatási feladatokat tudjanak vállalni. Senki nem születik úgy, hogy miniszterelnök lesz, vagy államtitkár lesz, vagy miniszter lesz, vagy állami céget irányít. Nagyon sok tehetséges ember fog beáramlani az államigazgatásba, ha meg lesz a kormányváltás. Székely Sándor független országgyűlési képviselő, aki a Szanyi miniszterelnök jelölt társaságához tartozik, illetve pártjához, nem díjazta az egyházi iskolákat. Önnek mi a privát véleménye arról? Miért kéne megszüntetni a választások után az egyházi iskolákat? Szerintem nem kell megszüntetni az egyházi iskolákat a választás után. Illetve inkább a más iskolákat kéne az egyházi iskolák szintjére. Nyilván azt meg lehet és meg is kell majd vizsgálni, hogy milyen finanszírozási anomáliák vannak az állami iskolák, illetve az egyházi iskolák között. Előtte 70 évig kivéreztették őket. De ettől függetlenül a mostani arányok nem feltétlenül szerencsések, de az, hogy legyen egyházi tulajdonú oktatás, az számomra nem is kérdéses, annak természetesen lennie kell. Számos felekezet tart el ilyen intézményeket, és erre szerintem a jövőben is szükség lesz. Ön szerint mit kéne tenni azért, hogy másokkal ne történhessen meg, ami önnel megtörtént? És itt most a médiára gondolok. Hisz napjainkban ez a fene nagy demokrácia, ami van a közösségi oldalakon, meg ugyan én is a média embere vagyok, de én 20-szor meggondolom, amíg leírok valamit, illetve annélkül, hogyha nem tudnám 1000%-osan bizonyítani, nem írom le. Tehát nem lehet, hogy egy valami átalakuláson kéne, hogy a média átmenjen? Hát például azon is lehetne gondolkodni, hogy akik tudatosan, előre megfontoltan valótlanságokat írnak le, úgyhogy ezt nem tudják bizonyítani, és ezt ők is tudják, hogy nem tudnak bizonyítani, és csak azért írnak le valamit, hogy az illetőt kellemetlen helyzetbe hozzák, vagy besározzák. Akkor magyarul arra gondolom, hogy karaktergyilkosságot hajtsanak. Hát, de bárki lehet ilyennek az áldozata, hogy ez ne arról szóljon, hogy akkor lesz egy helyreigazítás, meg majd egy pár százezer forintos kártérítés valamikor, amikor az illetőt már jól összemaszatoltuk, hanem ennek sokkal súlyosabb, esetleg büntetőjogi és más súlyosabb anyagi következményei legyenek. Azt mondja nekem, van még 1 perc 33 másodpercünk. Én a premier patkányok közé tartozok, nagyon sok előadásra eljártam operába ide-oda, és az önfeje általában föl szokott tűnni a színházi előadásokon. Hogy bírja, hogy ma csak Zoomon látunk színházi előadásokat, és milyen lesz a visszatérés? Hát lesz-e visszatérés? Nagyon megszenvedem természetesen. Tehát én egy erős kultúrafogyasztó vagyok, koncertekkel, színházzal, filmmel. Még hát, a beat zenét is kedveli. Igen, és nagyon-nagyon remélem, hogy előbb-utóbb helyreáll a rend, és lehet menni színházba, moziba, lesznek újra koncertek, komoly és könnyű zeneiek. Enélkül nem lehet létezni, tehát nem csak az ember az egészségért, a családjáért, meg az anyagi biztonságért aggódik, hanem egyszerűen a napi létezéséhez hozzátartozik az, hogy a kultúrát habzsolja. Én legalábbis ilyen vagyok, és nagyon szeretném, ha minél hamarabb újra ez lehetnék. Kedves nézőim, hosszú szünet után Gréci Zsolt, a DK volt országgyűlési képviselője, a DK aktív politikusa volt stúdiónk vendég az elmúlt negyed órában. Mielőbb szeretnénk viszont látni. Köszönöm szépen. És ott folytatni, ahol abba hagytuk. Előzetesek is jövünk vissza, tartsanak velünk. Kolléganőm fog beszélgetni dr. Magyar György ügyvédjével, a nemzet lelkiismeretével. Többek közt meg fogja kérdezni, hogy na, hogy is állunk az előválasztásokkal, és ha minden igaz, akkor Seres Attilát viszont Kende Péter fogja kérdezni egy hét értekelés keretében.
Én mára elbúcsúzom önöktől, velem legközelebb hétfőn reggel találkoznak a Pirkadatba politikai magazin műsorunkba, utána viszont a Világ zsidó szemmel című műsorba. Ne felejtsék el, a hétvégén is nagyon érdekes műsorok vannak. Aki az örökkévalót keresi, azt is megtalálja nálunk, hisz nagyon érdekes egyházi műsoraink is lesznek, kulturális műsorok, sőt a délelőtt folyamán a Kormányinfót is közvetíteni fogjuk élőbe. Tartsanak velünk!